képhetem? Persze. Szerintem nem jobb, hogyha háttérben van a... Oké. Szívenek el a fiúk, mert ha már így alakul a dolog. Gyere, Laci! Saját médiánk is jön. Jó van ez így. Most a háttér az jó, így mindenkinek gyereke. Gyerekek, legyen a háttér a bűnös. Legyen a háttér a bűnös. Popok. Nem tudom a háttér. Most látjuk, hogy jól nem. Most legyen a Csapó 1-2-3. Nevet mondja nekünk, hogy honnan, jó? Jó reggelt a sajtónak és a nézőknek. Én Balog István vagyok a Koppány csoportból, és támogatjuk a Nem adom a házam civil szervezet mozgalmait. Az a szomorú hír van, hogy tegnap délután a rendőrség Póka Lászlót terrorizmus vágyával a lakásában letartóztatta a házkutatás közben, és a László most fogságban van, ezért a mai demonstrációt lemondjuk, és megvárjuk a 72 órát, hogy mi történik 72 óra alatt. Fel vagyunk háborodva, amikor terrorizmussal vádolnak egy otthonvédő szervezetnek a vezetőjét, és ugyanakkor, amikor a szemkilövető rendőröknek a pere éppen ma zajlik, a gumilövedék az nem volt terrorizmus, de egy kalapáccsal megijesztett ablaküveg már terrorizmusnak számít. Egyszerűen nem értjük, mi történik az országban. Nem értjük, hogy a miniszterelnök, amikor már kimondta, hogy a devizahiteles szerződések hibás termékek, a kérésünkre, követelésünkre miért nem állítja meg a kilakoltatásokat? Miért nem vezetik be a moratóriumot már most, mindaddig, amíg a törvényesség Magyarországon helyre nem áll? A nyomásgyakorlást tovább folytatjuk, a Cinege utcában továbbra is fenntartjuk a két bázist, mi már így hívjuk, mindaddig, amíg a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat fel nem függesztik. Senki nem azt kéri, hogy véglegesen hozzanak egy olyan törvényt, ami az ilyen eszközöket lehetővé teszi, de a mai helyzetben egyszerűen fenntarthatatlan ez a lehetőség, hogy bárkit bármilyen indokkal kilakoltassanak, addig, amíg a törvényességi viszonyok nem állnak helyre. Azt mindenkinek elmondom ma, hogy a devizahitelesek nem azt követelik, hogy töröljék el a devizahitel. Nem volt devizahitel, nincs mit eltörölni. Nem azt követeljük, hogy forintosítsák a forinthitelt, mert forintot nem lehet forintosítani. Az alma alma és a forint forint. Viszont az emberi életek, akiket kitesznek a lakásból, az halál. Holnap délelőtt 11 órakor, vagy 10 órakor a 11. kerületben egy 92 éves néni akar kirakni a hatóság, amit mi a kormánycsoport meg fogunk próbálni megakadályozni mindenképpen, mert ezt egyszerűen már nem lehet tovább elviselni, hogy embereket kergetnek a halálba. A mai demonstráció egy nagyon jó nyomásgyakorlás lehetett volna, ezt sajnos ugye meg kell állítanunk a bekövetkezett események miatt, de nem fogjuk abba hagyni a tevékenységünket, ezután sokkal intenzívebbek leszünk. Esetleg az fog történni, hogy nem fogjuk bejelenteni, hogy mikor hol demonstrálunk. Annak a következményeit, hogy szabálysértést bevállaljuk, de az, hogy egy ekkora felhajtást csináljanak körülötte, ha semmilyen ezt nem tudjuk elfogadni a továbbiakban. Bocsánat, egy ablakbetörés, ez miért nyomásgyakorlás? Egy ablakbetörés azért nyomásgyakorlás, mert a petíció nem volt az. Úgy a köztársasági elnökünk, mint a miniszterelnöki hivatalba, mint a bankoknál a kérőlevelek, a bíróságoknál, az ügyészségeknél a feljelentések, hogy vizsgálják ki ezeket az ügyeket, akkor valahogy mégiscsak fel kell ráhívni a figyelmet, hogy hé marha, itt vagyunk mi az apró nép, és igenis figyeljetek oda, amit mondunk. Hát erre a legjobb alkalom az lett volna, ha itt betörünk egy ablakot. Egy ablak 200 ezer forint, az OTP-nek ez meg se potyan, és úgyis kifizettették volna velünk, de ennek van hírértéke, mint látják, most itt vannak, nem csináltunk semmit, békés lesz a mai nap, és mégis itt vannak, és elmegy a hír a sajtóban, hogy valami nincs rendben Magyarországon, de nagyon nincs rendben, és innen még egyszer kérjük a miniszterelnököt, hogy azonnal hozzák meg a moratóriumot a kilakoltatásokra és a végrehajtásokra. Ami a legfontosabb, a Léva Janikó szájából hangzott el, és felvételünk is van róla, hogy a bankok a miniszterelnököt torokvágással fenyegetik. Hát milyen országban élünk, amikor a miniszterelnöknek a bankok diktálnak? Hát álljon már meg a menet, mi van itt a háttérben? Ha a miniszterelnök a bankoknak enged, akkor miért enged?
Ha őt megfenyegetik, akkor megfenyegettek engem is. És ezt mondta László is, és mi is ezt mondjuk, hogy igenis, ebben az esetben nekünk a miniszterelnökünket kell megvédeni, nem ellene vagyunk, hanem vele vagyunk, és oldjuk meg közösen a problémát, és ezeket a pénzügyi oligarchákat fejtsük le a magyar társadalomról, hiszen ez a jövője annak, hogy újból beinduljon nálunk a gazdaság. Amikor azt mondják, hogy itt minden rendben van, ez nem igaz, mert mi apró emberek érezzük, és gondolom önök is érzik, a havi jövedelmükön keresztül, hogy ma nem tudnak annyit vásárolni a pénzükért, mint amit egy évvel ezelőtt meg tudtak vásárolni, és innentől kezdve nagyon nincs rendben a dolog, és csak lefele csúszunk. A kilakoltatásokhoz még hozzáteszem, hogy sajnos az a legnagyobb baj, hogy sok ember már nem a banki hitel miatt kerül kilakoltatásra, hanem a közüzemi számlák miatt. És mivel a közüzemi számlával ő elmaradásba került, ez felkerült neki a tulajdoni lapjára, és a bank ezért mondta fel neki a szerződését, nem azért, mert a banknak nem teljesített rendesen. Tehát a közüzemi számláknak a hátrányára a banknak teljesített rendesen, és mégis a bank fogja elvinni a házát, mondjuk 200 ezer forintért egy 20 milliós lakás, vagy egy 10 milliós, most teljesen mindegy, és az ember kikerül az utcára. Na ez az, amit Magyarországon nem szabad megengedni, és mi otthonvédők ezt nem is fogjuk megengedni, és kénytelenek leszünk még erőszakot is alkalmazni, nem mi akarjuk, hiszen láthatjátok, hogy most már több mint egy éve sétálgatunk, és követeljük a lehetséges tárgyalásos megoldásokat, ami a mai napig ugye várat magára. Ennek előbb-utóbb az lesz a vége, hogy a társadalmi feszültség robbanni fog, és sajnos át fog menni erőszakba. Mi ezt nem akarjuk, kihangsúlyozunk, nem akarjuk, úgyhogy nagyon gyorsan lépjen a kormány, és a bankszektor megfejezze be a fenyegetést, és lépjen a törvényes útra. A következő 72 óra, hogy fog kinézni, mondta, hogy holnap a 11. kerületben lesz egy kilakoltatás, ahol ott lesznek. Csütörtökre, péntekre tolják akkor ezt a demonstrációt a tervek szerint, vagy pontos időpont? Nincs pontos időpont, most nekünk is át kell gondolnunk a lépéseinket, ugye mi nem vagyunk jogászok, szakemberek, sokszor belenyúlunk olyanba, ami törvénytelennek tűnhet, és ugye mi ezt azért nem akarjuk, de ha rákényszerítenek, meg fogjuk tenni. Most a 72 óra arra fog elmenni, ugye először is megpróbáljuk holnap megakadályozni a 11. kerületben a 92 éves néni utcára lakását, és utána a Cínege utcában tovább folytatjuk a békés demonstrációt, és ez alatt eldöntjük, hogy hogyan tovább. Mert hogyha László továbbra is terrorizmus vágyával fogságban tartják, akkor ezt nem fogjuk szó nélkül hagyni, ez természetes. Egy jelképezzetörést csinálja? Nem. Tehát nem becsinál, csak oda? Jó, nem, megcsináljatok. Én szerettem volna azt is lebeszélni, hogy a történetről van.